Karol, az ember, aki pápa lett. Második rész. Piotr Adamczyk, Vicián Otto. Magozsata Béla, Majsai Nyilas Tünde. További magyar hangok. Kisvirág, Forgács Gábor, Snell Ádám, Csúlya Imre, Cető Ádám, Szokolai Otto, Fabó Györgyi. Beállnál egy kicsit helyettem? Rendben. Hadd játszak én is. Gianfranco Swiderkowski, Történetek Karolról, Második János Pál Ismeretlen élete című műve alapján a forgatókönyvet írta Giacomo Battiato. Szép mentés! De a következőt nem fogod ki. Akkor sem, a felsőbb segítséget kérsz. Fényképezte Gianni Mamolotti. Karol atya! Itt van a titkos szolgálat! Itt nálunk? Bementek a templomba! Zenéjét szerezte Ennio Morricone. Kérem, miért viszik el? Mi folyik itt? Monsignor Kurovski. Nem tartóztathatják le. Ez teljesen törvénytelen itt a templomban. Bevigyük magát is? Hagyj csak, Karol. Hadd végezzék a munkájukat. Rendezte Giacomo Battiato. Mi a vád ellene? Mi a neve? Vojtila. A monsignor lázadásról prédikál. Elárulta a hazáját, ami az én hazám is és az öné is. Monsignor Kurovski csak hitbéli dolgokról szólt a templomban. A maga papjának ezzel kell szembesülnie, mielőtt megérti, hogy a hitbéli dolgoknak szentelt élete csupán illúzió volt. Nagyon nehéz lehet szembenézni a semmivel, ugye, atya? Amit ön semminek nevez, azt én mindennek. Ahol sötétséget látott, én fényt. Amit ön destrukciónak nevez, azt én megváltásnak. Viszontlátásra, Vojtila. Mit is mondott? Mi a kereszt neve? Karol. Karol. Maga se felejtse az én nevemet. Julián Kordek. A második hónapban vagy, ugye? Nem, harmadikban. Pavel olyan boldog. Már is attól félünk, hogy elrontjuk a kis jövevényt. Vagy túl nagy szeretettel. A túl nagy szeretet csak vidám és boldog emberré teszi őt. Majd meglátod. Igaz, amit Lublinról beszélnek? Az egész országban bezárják a teológiai fakultásokat. A varsóit ugyan megnyitották, de azt a kormány ellenőrzi. Már csak a lublini független. Báziek érsek úr azt mondta, oda küldöm magát, etikát fog tanítani. És te mit feleltél? Hogy inkább a néppapja lennék itt. Erre mit mondott? Hogy Lublinba kell mennem. Tehát el kell hagynod Krakót? Csinálhatnám együtt a kettőt. Hogy tudnád megoldani? Lublin... Csak 500 kilométerre van Krakkótól, az 8 órai út. Majd éjjel utazom. Azt hiszem, túl nagy bizalmad van az államvasutakban. Hová mennek? A férjem a lap egyik riportere. Kérem, engedje be. Menjen. Menjenek! Ehhez nincs joguk. Jó, tegyen panaszt, de nekünk parancsunk van. Több tiszteletet kérek, ez alap az életünk. Milyen jogon teszik ezt? Az az ürügyük, hogy nem közöltük le a Sztálint dicsőítő nekrológot. Ne nyúljon hozzá.
Pavel, ne! Letérdelni! Letérdelni! Le akarja lőni. Egy írógép miatt. Hibázott. Maga ne hibázzon nagyobbat. Elviszünk mindent. Az összes írományt is. Megőrültél? Megöletted volna magad egy hülye írógép miatt? Ez a megélhetésünk és a szabadságunk. Köszönöm. Tudod, milyen fontos az apa az újszülött gyereknek? Tudod? Ajánlom, hogy ne találkozzunk még egyszer. Mert akkor börtönbe vágom az egész bagást. És azután? Elvágják a hangszálainkat is? Ha szükségessé válik, miért ne? Maguk keresztények milyen módszerekkel térítették az indiánokat? Nem keresztényi módszerekkel. Amiért az egyháznak még bocsánatot kell kérnie. Újra találkoztunk. Igaz, Karol Wojtyla? Az egyetlen fontos dolog, amit a modern ember elvárhat egy paptól, Krisztus. De kérhet tőle mást is. Mindazt, ami hasznos lehet számára gazdasági, társadalmi, politikai vagy más szempontból. A pap különleges megtartója. A láthatatlannak a látható világban. Maga jó író, Wojtyla. Az voltam. Mert ezt a helyzetet látva... A maga Krisztusa sem mosolyog mindig. Krisztusa szeretet. Magunktól kellene megkérdeznünk, hogy miért szögezzük keresztre a szeretetet. Lefoglaljuk ezeket az irodákat. Nincs hová írnia. Varsó, érseki székhely. Az egész lengyel klérushoz. Hazánkban halálra ítélnek papokat. A kielcei püspököt letartóztatták, bűnözőnek nevezték. Nem engedhetjük meg a kormánynak, hogy lábbal tipolja az oltárt. Nemzetbiztonság, kinyitni. Wyszyński érsekért jöttünk. Nem kérem, hogy vállalják a börtönbüntetést és a halált. De megalkudni nem lehet. Ellen kell állnunk. Nos? Nem nyitják ki. Betörjük a kaput? Kinyitja. Mi történt? A nemzetbiztonság emberei. Jöjjenek. De eminenciás uram, el akarják önt. Jöjjenek be. Letartóztatom. A kormány döntése, hogy nem folytathatja a hivatalával összefüggő tevékenységeket, és köteles elhagyni Varsót. Írja alá. Ennek a döntésnek nincs törvényi alapja. Ezért nem írom alá. Amit a kormány művel, az erőszak. A vakgyerekek Radvanicében, akiket ön szervezett be az ellenállás idején, csak ezek a gyerekek tudtak eligazodni az éjszakai erdőben. Engem is ők mentettek meg. Nagy tisztelettel adózom annak, amit ön a nácik ellen tett. De most a nép hatalma ellen harcol. A bíróság által elítélt bűnöző papokat rejteget és védelmez. Maga Vatikán barát, imperialista barát és lengyel ellenes. Én ugyanaz vagyok, aki voltam. Védelmezem nemzetünk keresztény lelkületét, a szabad szellemet, a békét és az igazságot. Szedje össze a holmiát és jöjjön. Mehetünk. Semmit sem akar magával vinni? Szegényen jöttem ebbe a házba. Szegényen is kell elhagynom. Sajnálom, ne féljen. A kutya egészséges. Maxencia nővér, kérem, hozzon jódot és gészt. Nem kell.
Menjünk. Károl, hál' Istennek, hogy még itt talállak. Mi történt? Pavel és én elmegyünk. Elmegyünk innen. Hová mennétek? Hogy juttok át a határon? Egy átalakított kamionban. Franciaországba megyünk, és onnan New Yorkba. Pavelnek van ott egy rokona. Mikor? Ma este. Tudod te, mibe vágtok bele? És a te állapotodban? Károl, itt szinte éhezünk. Adományokból élünk. Éjszaka nem alszunk, minden neszre felfigyelünk, hogy talán most jönnek letartóztatni Pavelt. És megtehetik, hogy Pavel nyomtalanul eltűnjön. És mintha mindenki besúgó lenne. Olyan sokan vannak. Teljesen elszigetelődtünk. Nem akarom, hogy a gyerekem ide szülessen. Nem hagyhatom. Hiányozni fogtok. Mindketten. Hiányozni fog a játékod. Emlékszel a föld alatti színházunkra? És Badovicére? Az iskolára? A barátainkra? Hogy felejthetném el? Legyen mosolygós a gyermeket. Egész életében. Két mosolygós élő a halottak között. Már csak mi maradtunk. Jussekkel egy akna végzett Monte Cassinónál. Tudom. Jerzy is meghalt. Nem tudom, hogy hol és hogyan. Azt sem eltemették el. Elhagyom a hazámat. Ó. Lengyel vagyok, és a gyerekem nem fog... Mindig lengyel maradsz. Akárhová mész. Ülj le. Mindig lengyel maradsz. És a gyermeked is az lesz. Csak az ég lesz más fölötted. Ennyi az egész. Ezt be kellett volna tennem a bankba, de elfelejtettem. Tessék. Nem fogadom el. Ki tudja, miért adnak fizetést. Nagyon pontosak ebben. És mivel most professzori fizetést is kapok, hát ne félts te engem. Váltsd át dollárra, nem sok, de mégis valami. Nem fogadom el. Tudom, már mondtad. Figyelj, majd visszafizeted egyszer. Mintha a húgomnak adnám. Elvtársak? Kordek elvtárs, osztályvezető. Egyház és vallás, a leghálátlanabb feladat Lengyelországban. Sztálin elvtárs azt mondta, hogy bevezetni a kommunizmust Lengyelországban olyan, mint nyereg alá szoktatni a tehenet. Azt is mondta, hasznos lenne, ha az a Wyszyński mellettük állna. Wyszyński nagy ember, de soha nem áll a mi oldalunkra. Jó helyen van ott, ahol van. De kérem, zárják be a Lublini Egyetemet. Nagyon nem szeretnék egy újabb Wyszyńskit Lengyelországban. Nem tartom jó ötletnek. A külföldnek azt kell látnia, hogy hazánkban a vallási és világnézeti pluralizmus továbbra is megvan. Most új tanárok vannak ott, fiatalok, jól képzettek, veszélyesek. Például? Például ez a Wojtyla, egy fiatal pap. Nem hagyhatjuk, hogy azt tanítsa a fiataloknak, hogy ne féljenek. Félniük kell, hogy elérhessük a célunkat, amely helyes történelmi szempontból, és Isten szempontjából is, már ha létezik. A Lublini Egyetemet továbbra sem zárjuk be. Ádám! Elvtárs.
Karol Wojtyla. Ő vezeti az etikai tanszéket Lublinban. És mint pap itt Krakkóban a fiatalokkal foglalkozik. Mindent tudni akarok róla. Kikkel találkozik, mit mond, mit gondol. Mindent. Még akkor is, amikor a vécén ül. Adam, ideológiai meggyőződésből lépett be az osztályunkhoz, vagy a karrierje érdekében? Miért kérdezi? Furcsának találom, hogy egy művészettörténész hallgató így gyűlölje a vallást. A művészet az embert ünnepelje, ne Istent. Isten a babona és a népbutítás. Szóval tiszta a lelki ismerete? És a magáé? Próbálkozom. Jegyét. Köszönöm. Új arcokat látok itt. Hogy hívják? Janina Kuron, lublini vagyok. És magát hogy hívják? Marcin Mickiewicz, Kielcéből. Büszke lehet a nevére. És maga? Mária Pomorska, Poznámból. És maga? Oh, elnézést, a művészettörténetre jöttem. Nem baj, szívesen látjuk. Mi a neve? Adam. Adam Zielinski. Maradjon köztünk, ha tetszik. A művészet olykor tanítja a morált, és nem cáfolja. Jól van. Talán kezdjük rögtön a kérdésekkel. Ki teszi fel az elsőt? Igen? Mi az oka, hogy... Maradjon. Egyes emberek vadállatként cselekszenek, mások pedig hőssé válnak. Az egyik elárulja a barátait, a másik pedig az életét áldozza olyanokért, akiket még csak nem is ismer. Ki válaszol a kérdésre? Az ember azért rossz, mert fél és boldogtalan. Ez vezeti az erőszakhoz és az önpusztításhoz. Nos, ez érdekes kérdést vet fel. A boldogság és a boldogtalanság bennünk az egyes emberben. Descartes az ember Isten és a semmi között áll, köztes helyen. És választania kell. A 2x2 filozófiai igazságát kellene tanítani. Vajon a filozófia a szórakoztató időtöltése? Igen, igen. Inkább bizonyos az értelemben számunkra kellene szólnia. Ezt beszéld meg a politikai igazgatóval. Ó, bocsánat. Elnézést, az én hibám. Csak megyek, az eszem meg máshol jár. Ó, te vagy az. A művészettörténész. Aki most szeretne meghívni egy italra, mit válaszolsz? Miért ne? A doktori disszertációmat Piotr Mihalovszkiról írom. Fogalmam sincs, hogy ki az. Egy nagyon híres festő. Én meg híresen tudatlan vagyok. A halála előtt több képet festett az őrjöngő Don Quixote-ról. Őrült, erős, reménytelen. Mária? Igen? Untatlak? Nem, egyáltalán. Sok mindent nem beszéltünk még meg. A fiataloknak pozitív válaszok kellenek, és azonnal, rögtön. A kommunisták új, jobb és igazságosabb társadalmat ígérnek nekik. A fiatalok tiszták. A fiatalok tiszták. Ők hinni akarják, hogy az ideális világ lehetséges, megvalósulhat. Most én untatlak? Aha. Merre jársz? Bocsánat, én. Te hol laksz?
Krakóban a nagynénénél. Ez fantasztikus. Én is Krakóban lakom. Ez a sors akarata. Ki tudja. A sors nagyon titokzatos. De mindig célba talál. A marxizmussal van egy közös elvünk. Az emberiség felszabadítása. Mi heten olyan munkás negyedekbe megyünk, ahol nincs templom. És meglátogatjuk a családokat, ha kérik. Jó. Ez igazán nagyszerű elhatározás. De veszélyes, amire készülnek. Figyeljék, hogy nem követik-e magukat. Adam is megy? Nem, ő nem. Ettől egy kissé húzódozik. Adam a művészet világában él. Szereti őt, ugye? Azt hiszem. És ő is szereti? Nem tudom. Hogy tudná nem szeretni? Hiszen esztéta bizonyára halálosan szerelmes. A kurzus végén szervezek egy kirándulást a hegyekbe a hallgatóknak. Nagyszerű ötlet. Elmegyünk a Tátrába. Ja, és javasolnék egy kidolgozandó tézist a dolgozatához. A becsület és a bátorság morális értéke. Ezt tetszik. Ádám! Ádám! Ha berúg és megveri a feleségét, ezért nem vádolhat másokat. Az önbecsülés elvesztése az, ami miatt fájdalmat okoz egy szeretett személynek. Nincs segítség, nincs remény, atyám. Ha így volna, most nem lenne itt. Higgy el, annyiszor próbáltam már jóvá tenni. A csalódások és a kudarcok ellenére is meg kell találnia magában a szeretetet. Csak ez az erő tudja megváltoztatni. A mikorunkban a gonosz fogalma magában foglalja az ember egyfajta lealacsonyodását, amelyet mintegy beterveztek az ideológiák, politikai vagy gazdasági rendszerek. Két kilométerre lelőttük, azt mondták, lassabban kell menni! Ellent kell állnunk annak, hogy leépítsék az emberiség szent értékeit. Késtem. A krakói vonat. Aha, értem. Ezért nincs még itt Vojtila. A többiek elmentek enni valamit. Én nem, mert nagyon félek a tesztől. Nem jártam az előadásokra. Poznámban dolgozom, és közben tanulok. Milyen ez a Vojtila? Ő is pap, igaz? Igen. Szigorú. Szigorú? Rosszabb. Egy zsarnok. Igazi zsarnok. Ó, Istenem. Te jól felkészültél? Többé-kevésbé. Elmagyaráznád, hogy Max Schillernek mi a kifogása a technicizált társadalom ellen? Vitázik a racionalistákkal, akik azt hiszik, hogy uralhatjuk a természetet és az embert. És? Szerinte a világon minden bizalom a szeretetből ered. Te is poznáni vagy. Igen, az. Szóval, találtam itt valakit, aki igen járatos a témában, és nagyon sokat segített. És ki az? Hová tűnhetett? Witold Brožek! Uram, segíts! Sok szerencsét!
Kérem, az indexét Vitold. Bocsánat. Bocsánat, én nem tudtam, hogy... Az indexét Vitold. Vitold munka mellett tanul. Már levizsgáztattam. Jó jegyet adtam magának. Tanuljon tovább. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A szárnyaid. Költő vagy. Ne, dehogy. Csak három sor tudok kívülről egy versből. Török vers. Török vers. És törökül? Még át kell szelnünk a legszebb tengert. Még előttünk vannak a legszebb napok. S még meg kell mondanom neked a legszebb dolgot. Meg akarom mondani. Ne nézz így rá. Zavarba hozol. Gyere, elkésünk. Elkésünk. Nincs rejtélyesebb és ismeretlenebb dolog, mint a szerelem. Mindannyian mélységes szükségét érezzük az abszolút szerelemnek. A legrettenetesebb azonban a különbség a között, ahogyan felfogjuk és ahogyan megéljük a szerelmet. Nem. A szerelmet nem lehet tanítani, de létfontosságú, hogy megtanuljuk. Csak egy a biztos. A szerelem és a szexualitás a legizgalmasabb kapocs a tudat és a test között. De a szerelem egyben felelősség is. Amikor férfi és nő az igaz szerelemben egyesül, úgy vállalják egymás sorsát és jövőjét, akár a sajátjukat. Ebből sok feszültség és szenvedés származhat, de csak ez a szerelem komoly. Nem az, amit játéknak veszünk. Menj békével. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Épp ez az én gondom. Mi a gondja? Hiszek az atyában, meg a fiúban, de a Szentlélekben, hát ott már bajok vannak. Novák, hát te! Hol voltál az utóbbi években? Most a Csigelszki gyárban dolgozom, Poznanban. Hogy mennek ott a dolgok? Rosszul. Vagyis, hogy jól. Most melyik? Mindkettő igaz. Rosszul, mert ez a rendszer a szocializmus megcsúfolása. Az emberek éheznek. Tudom. És jól, mert még erősnek és harcra késznek érzem magam. És hiszed vagy sem, szerelmes vagyok. Te szerelmes? Ez nagyszerű hír. És ki az a nő? A neve Magda. Nagy kék szeme van, és gyönyörű. Özvegyasszony. Összeházasodtok? Ő nem akarja. Van egy kisfia. Csak titokban találkozunk. Adj neki időt. És csak módjával idd a sört, rendben. Lengyelország rab. Az oroszok irányítják a hadsereget és a kormányt is. A vérünket is kiszívják. De minden tervük kudarcba fullad, és ezzel nyomorba döntenek minket. Ezért kivonulunk Poznan utcáira, és megmutatjuk nekik, hogy nagyon haragosak vagyunk. Mi haszna volna ennek? Te a kormány oldalán állsz. Félek a következményektől.
Nem akarok többé a mártírok holteste fölött sírni. Ne aggódj, Karol. Nem fognak közénk lövetni. Mi vagyunk a proletariátus. Szép munka. De ő nem árulja el magát. Valószínűleg sejti, hogy figyeljük. Én nem gondolom. Már ezerszer is provokáltam. Szinte mindig egy vonaton utazunk. És ő soha egyetlen rossz szót sem mondott hazánk szocialista kormányáról. Nem érdekli a politika. Talán, és ezt ne vegye tiszteletlenségnek, elvtárs. Ön téved. Nem tévedek, Zielinski. Akarom ezt az embert. Találja meg a módját, hogy elkapjam. Világos? Azt akarja mondani, hogy találja ki dolgokat. Na és ha igen? Ha ezt mondom... Kitalálhatok dolgokat. Ki a biztonságiak főnöke Poznanban? Macek elvtárs. Beszélni akarok vele. Maga elmehet. A Szabad Európa Rádió adását hallják Münchenből. Ma, június 28-án, délután 4 órakor a második hadtest egységei bevonultak Poznanba. A sztrájk ma reggel 6 órakor kezdődött, amikor a Szigelszki gyár tüntető munkásai elindultak a városközpont felé. A tüntetők menetéhez sorra csatlakoztak más gyárak munkásai, a járókelők és a város lakosai. És te ki vagy, elvtárs? Még nem találkoztunk. Piotr, a mamám azt mondta, csak akkor jöhetek el, ha maga mellett maradok. Á, te vagy Piotr. Magda fia. Örülök, hogy szerelmes lett magába. Nem jó látni, hogy az anyám magányos és szomorú. Anyád erős és gyönyörű asszony. És szerencsés, hogy ilyen remek fel. Menjünk. Csoportja a Lengyel Egyesült Munkáspárt központja felé vonult. Egy másik csoport a Mlinska utcán a központi börtön és a belbiztonsági hivatal épületéhez ment. Délelőtt 4:11-kor egy harmadik csoport behatolt a területi bíróság épületébe. Most haza kell menned. Magával maradok. Azt mondtam, hogy menj haza. Mi a keresztneve? Ignacy. Halló? Itt Vojtila. Hívja fel Monsignor Gorkát, Szent Péter templom, Poznán. Kérje meg, hogy informálódjon Ignacy Pomorszkiról. Továbbá Maciek Novákról és Witold Brozsekről is. Igen. Köszönöm.
Nem sokára megtudom. Ki az utcára, gyerünk! Tudom, hol szerezhetünk fegyvert! Csendet! Szerezünk! Csendet! Üljenek le! Tudják, úgy adódott, éppen a náci megszállás idején találkoztam a legbölcsebb emberrel, akit valaha ismertem. Egy sötét szobában voltunk, az életünk egy hajszálon függött. Ez a bölcsember nem filozófus volt, hanem szabó. Azt mondta nekem, a szeretettel győzünk, nem a fegyverekkel. Kérdeztem, hogy mondhatja ezt, amikor itt vannak a nácik? Azt felelte, a nácik is eltűnnek, mert a rossz felfalja önmagát. De ha a szeretet nem győz, a nácik visszatérnek, csak más néven. És maguk most puskákkal állnának a tankok elé. Eldobnák az életüket, nem hiszem, hogy az életüket kellene adniuk. Az élet szeretetét kell megmutatniuk. A szeretetet, amit ők nem ismernek. Tanúságot kell tenniük minden élet szentsége és méltósága mellett. Békés tüntetéssel mutassák ki a fájdalmukat, a csalódottságukat. Hangos szóval utasítsák el az erőszakot. A szeretetet, az élet tisztességét mutassák meg. Elnézést. Pozdámból. Igen, Vojtila vagyok. Semmi baja. Jól van. Jól van. Mit mondtak önnek? Az egyik osztálytársuk, Witold Brozsek meghalt. Nehéz megbocsátani egy ilyen bűnt. Az egyik barátom megsebesült, mégis azt mondom, ne provokálják őket, mert pontosan erre számítanak. Nem ijednek meg a puskáiktól, de félni fognak a szavaiktól. Jól néz ki. 3 évi börtön ellenére. 17-en jártunk a szemináriumba. 12-en koncentrációs táborban végezték. Komolyan azt hitte, hogy összeroppanok ebben a kényelmes szobában. Ellennék én itt a halálom napjáig is. Mert van hitem. Ezt az erőt maga nem ismeri. Nem szeretne külföldön élni? Nem is tudom. Olaszországban vagy a Rivierán? Tudja, az én helyem a templomban van, vagy a börtönben. Visszamehet a katedrálisába. Már új kormányunk van. Gomulka elvtárs van hatalmon, és ő úgy döntött, ismét elláthatja a hivatalát. A munkásaikra lövettek. Ahogy Magyarországon is. Ez a maguk kommunizmusa. Megengedhetetlen, hogy rálőttek a munkásokra, még ha azok agitátorok voltak is. De még tűrhetetlenebbnek tartom azt, hogy kormányunk sok terve kudarcba fúj. Ezt azért mondja, mert félti a karrierjét. Tarthat az ellenségének, de hitványféregnek nem. Akár tetszik, akár nem, valamiben hasonlítunk. Hívők vagyunk. De az tény, hogy félnek a békésen tüntető munkásoktól. Elengedik a lengyel egyház fejét, ez az alibijük. De ezzel nagyon súlyos hibát követnek el. Változhat a kormányuk, lehet enyhülés. Én akkor is mindig fellépek maguk ellen. Ne higgye, hogy a szabadon engedésem bármilyen mértékben is befolyásolna. Nem akarjuk megvenni a lelkét. Fel akarjuk építeni a kommunizmust. És ehhez megtesszük a szükséges változásokat. Mindegy, hogy támogat-e ebben az egyház. Hogy tudok mindig így elkésni? Vatikán állam titkársága Lengyelország primásának, Stefan Wyszyński érseknek.
Őszentsége Monsignor Bazilyák többszöri nyomatékos kérésére kinevezi Karol Wojtylát a krakkói érsek segédpüspökévé. Külön kiemeli a nevezet intelligenciáját, elhivatottságát, odaadó munkáját, lelki erejét, dicséri szónoki tehetségét, a filozófiában és a társadalomtudományokban szerzett felkészültségét, következetes tanári munkáját és az ifjúság körében kifejtett hathatós munkáját. Most ínyekbe? El kell érnem a krakkói vonatot. Ugorjon fel! Köszönöm. Lisztes zsákokon? Ez volt a leggyorsabb módja, hogy ide érjek. Azért volt Mazúriában, hogy lelki gyakorlatot tartson? Nem. A tanítványaimmal voltam. Kajakoztunk. Igen. Hallottam, hogy maga egy kicsit talán túl sportos. Kíváncsi voltam magára. Tudja, hogy miért hívattam? Nem, eminenciás uram. Az érsek, Monsignor Bazilyák, elérte, hogy a pápa magát nevezze ki krakkói segédpüspöknek. Túl fiatal vagyok. Ettől a hibájától hamar megszabadul. Kérem, ne ellenkezzen a Szent Atya akaratával. Elfogadom. Rendben van. Jöjjön, együnk valamit. Megváltoztassanak. Nem mondja meg a nevét, és nagyon ideges. Nem kellene hívnunk a rendőrséget. Nem hívjuk a rendőrséget. Hiszen ez Novák. Elmehet nővér, minden rendben van. Novák! Azt hitted, nem ismerem meg a hangodat a tömegben, a katedrálisban? Szóval a kőtörőből püspök lett. Hogy van a karod? Most már jól. Meg akarták ölni Novákot, de talpra álltam, erre puhára akartak verni. Mit csinálsz? Lehallgatnak, ez egész biztos. Mindenütt ott vannak. Kerestem a mikrofont, de nem találtam, de tudom, hogy itt van valahol. Nem, tudom, nincsen. Hogy itt már van. Már más idők járnak. Már nem a terror idejét éljük. Semmi nem változott, Karol. Csak a változás illúziója van. Meg a szabadság illúziója. Ez elég lehet egy értelmiséginek, de nekem nem.
Nem elég a munkásoknak, meg a parasztoknak. Jól van, gyere, ülj le, ülj le. Kiábrándultság. Üldözések, erőszak. Bántani akarnak. Nem akarják, hogy mosolyogjunk. Ne hagyd, hogy elvegyék az erődet. Az álmaidat, a szeretetedet soha ne feledd ezt. Látod? Istenről beszélek, de nem nevezem meg. Csak akkor ismertem meg. És megölték ott, a szemem láttára. Kicsodát? Piotr. Magda fiát. 12 éves volt. És Magda már nem szeret, mert nem tudtam megmenteni a gyermekét. Pap lettem, mert enyhíteni akartam az emberek fájdalmát. De én szenvedek, én érzek bűntudatot a tehetetlenségemért. Menj el Magdához. Öleld magadhoz. És csókold, mert a fia már nem csókolhatja. Elnézést. Azt mondta Szoljak, hogy fontos megbeszélése lesz 4 órakor. Hány óra van? 4 óra. Úristen. Lekisem a találkozót a kommunista párt központjában. De miért megy el ön oda? Akkor talán megértik, hogy nem akarom provokálni őket. De eddig egyetlen lengyel püspök sem lépett be a kommunisták pártházába. Akkor én leszek az első. Ehhez mit szólna? Megosztozunk az épületen. 2 emelet a szeminárium, még 2 emelet a miénk. Fél szeminárium is jobb a semminél, tehát köszönöm. Ne nekem. Ez a párt jutalma azért, mert kész a nyílt dialógusra. Nem tekintik önt fanatikusnak, reakciósnak, és én éppen ettől féltem, Carol. Nem szeretem ezt az optimista mosolyt az arcán. Pedig mindent összevetve mindkettőnknek ugyanaz a célja. Az ember boldogsága. Persze, a szokás. Maga színész volt. A nyugalma. A derűje. A magabiztossága. Most is játszik. Ezen a világon nincs okunk a boldogságra. És most ne kezdjen a hitről prédikálni. Nem is említettem a hitet. Csak hogy gondoljon a boldogságra. A hit, ha nem babona, akkor őrültség. Szebb az őrjöngés a józanságnál, mert hogy az egyik isteni eredetű, a másik emberi. Ez nem a Bibliából van, hanem Plátontól nyilván ismeri. Az értelem atya. És a politikájé nyugaton. Mindent megbeszéltünk. Visszakapja a szeminárium a felét, a szavamat adom. Most már elmehet. Vagy van még valami? Nova Uta. 120 000 ember él ott, és várják, hogy felépüljön a templomuk. Nova Huta új város az új Lengyelországban, az új ember műve, akinek már nincs szüksége Istenre. Oda akar maga templomot építeni. Mint püspöknek jogom van ezt magamnál tartani. Ahhoz nincs, hogy terjesszem, de kérem, ne tartóztasson le, ha ajándékba adom magának. A Máté evangéliumában olvassa el a hegyi beszédet, 5. fejezet. Ez megragadja az értelmét és az érzékenységét. Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? Jó napot! Bement az ördög házába, és tárgyalt vele.
Mi nem tárgyalunk a kommunista párttal. Mi nem tesszük be a lábunkat a központjukba. De ha mégis tárgyalnia kell a politikai hatalommal, akkor köteles előbb kikérnie annak a beleegyezését, aki újabb rendelkezésig még Lengyelország prímása és a maga közvetlen felettese. Igen, eminenciád. Meg kellett volna kérdeznem előbb, de... De emögött nem volt semmi szándék. Sajnálom, többé nem teszem. Jól van. Minden esetre a szeminárium felét visszaszerezte. Jól tudom? Az, akivel tárgyalt, az első adandó alkalommal a falhoz állítana minket. De maga visszaszerezte a felét. Gratulálok. Hogy tudta elérni? Áldjon meg, atyám. Carol, New Yorkból küldtem ezt a levelet Rómába, tudatva veled a hírt, hogy családunkat milyen nagy áldás érte a kis Ján érkezésével. Ám a sors már lesben állt, hogy lecsapjon ránk abban a pillanatban, amikor a legkevésbé sem várjuk. Üljön le. Tudtam, hogy valami baj van. A feleségének légzési nehézségei és gyakori köhögési rohamai voltak a szülés alatt és után is. Elvégeztem a vizsgálatokat, de erre nem számítottam. Ez a sötét folt a jobb tüdőlebenyen. Sajnálom, de ez tumor. Már kialakultak az áttétek. Sajnálom. Mennyi? 3-4 hónap. Van hitünk, természetesen, de amikor Isten elhagy minket, nagyon nehéz. Kegyetlenül nehéz, Carol. Könnyek között írok. Tehetem, mert egyedül vagyok. Amikor vele vagyok, mosolygok. Úgy döntöttem, hogy nem mondom meg neki, hogy ne nyomassza ez a tudat a hátra lévő idejében. A szorongást és a fájdalmat megtartom magamnak. A zsinat első ülésének megnyitását a Szent Evangélium elhelyezése koronázta meg. Mint az eddigi 20 ökumenikus zsinaton, most is a díszhelyre került. Ezután megkezdődött az érdemi munka. Az ember különleges lény. Az anyagi világban él, de mély spirituális igény van benne. Rejtély önmaga és mások számára is. Az egyház egyre kevésbé hatékony. Már nem tudja betölteni azt a szerepet, amit a nyugati kultúrában a régi korokban betöltött. Az egyház ma nem a világ felett áll, nem iránymutató a világ számára. Ma az egyháznak haladnia kell a korral. Az emberek az igazságot keresik, és nekünk velük együtt kell megoldást találnunk az élet nagy problémáira. Nézzünk szembe az emberi lét reménytelenségével, mely korunkat jellemzi. Ezt látva és tudva, a laikusoknak kell az egyházi élet középpontjában állni. Úgy vélem, a klerikális mentalitás minden formája tévedés. Igen. Nova Huta egy új negyed élet. De az egy munkás negyed.
Te tanár vagy. Miért akarsz ott élni és dolgozni? Mert a kormány nem engedi, hogy templomok legyen. Igazad van, ez ám a komolyok. Bolond vagy. A tanításon kívüli időmben meglátogatom a családokat. Ők parasztok, akik kényszerből lettek munkások, és most lakótelepen élnek. Se hagyományaik, se kultúrájuk ebben az új környezetben. Ezért esnek szét a családok. A férfiak isznak, verik az asszonyt és a gyerekeket. Nagy a keserűség. Túl szép vagy ehhez a bánatos tekintethez. Szeretsz legalább fele annyira, mint én téged? Ádám. Igen? Hallottad, mit kérdeztem? Hallottam, igen. És? Egy nő édes szerelme minden felül múl. Nem emlékszem, hogy ki írta, de Vojtila is idézi. Itt vagyunk. Harmadik emelet jobbra. De hova mész? Elfelejtettem, beszélnem kell valakivel, aki segíthet, hogy állást kapjak az egyetemen. Van otthon tea, tedd fel a vizet, már is jövök. Harmadik emelet jobbra. Már vagy 1000 Jonást hallgattam végig. És nagyon nyomasztó képen van az életről. Meg kell mondanom, Vojtila szilárdsága bámulatos. Segít az embereknek, bátorítja őket, beszél és beszél. De egyetlen szavát sem fordíthatná ellene. Kérem, nem végezhetnék hasznosabb munkát? Nem végezhet. Ennek a csoportnak a tagja, figyelje csak tovább. Ádám! Lehet, hogy Vojtila megfogta? Vagy annak a katolikus lánynak a csinos papsia? Tudom, hogy egyes munkások Novahutában felforgató tevékenységet folytatnak. És meggyőződésem, hogy Vojtila velük van. De ha a Novahuta programunkkal is kudarcot vallunk... Derek! Te állsz őrt! Nehogy rajta kapjanak ma este! Jól van! Szent Pál mondta, kedvem telik a Krisztusért való gyöngességben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Megtérítettek, Novák? Soha. De ez így igaz. Mint az az ember is, aki ezt mondta nekem. Szent Pál! Vojtila! Egy püspök! És kőtörő! Éjjel és világos szék, szocialista hazánk! Tadjék! Egy jól időzített szívroham elintézte a krakkói érseket. A jelöltek listája, amit aláírt Wyszyński. Mindent elutasítottam. Egytől egyig fanatikus antimarxisták. Akarja, hogy javasoljak valakit? Megvan már az emberük. Az, akit Wyszyński nem vett föl a listára. Vojtila. Nagy hibát követnek el. Vojtilát le kell állítani. Tájékoztattak, hogy magának a mániája az az ember. Mi vele a probléma? Ilyen lelki ereje nincs egyetlen más papnak sem Lengyelországban. Még Wyszyńskinek se. Olyan erő ez, ami vonza a fiatalokat, akik aztán el... Csak az imáról, meg a szerelemről beszél nekik. Vojtila nem vesz részt az államellenes tevékenységben, és hiányzik belőle a szervezői és vezetői tehetség. Egyébként a hagyományok azt diktálják, hogy a krakkói érsek nemes ember legyen. És mi kit támogatunk? Egy proletárt. Vojtila az igazi ellenség. Az ellenségünk Wyszyński. A tömegek szemében ő a hazafiság és az egység szimbóluma. Vojtilát kell támogatnunk Wyszyńskivel szemben. Tragikus hibát követel.
A kormány Wojtyla mellett döntött. Az ő neve nincs a listámon. Tudom. Megállapodtunk, hogy a kormány jóvá hagyhat, de... Ez nem... a kormány döntése. Én se értek vele egyet, ha ez önnek vigaszt jelent, de a tény az tény. Magunk között szólva, Wojtyla azért nem volt a listáján, mert maga nem akarja őt, vagy mert nagyon is akarja, és ezen a kerülő úton ért el, hogy őt jelöljék. Hol írjam alá? Uram, te megpróbálod az embert, hogy megtalálja magában az erőt, amivel megmérkőzhet a sorssal. Segíts nekem, hogy képes legyek a cselekvésre. Segíts, hogy minden nap újra felvegyem a keresztet. Segíts, hogy végigmenjek az úton, ami nem az enyém volt. Segíts, hogy kezelni tudjam a politikusokat. És segíts, hogy segíthessek azokon, akiknek szüksége van a segítségre. Mária, Basol. Miről álmodsz? Sajnállak téged, igazán? Mert öncsalás, ha boldognak hiszed magad. Bolond vagy, ha hiszed, hogy egy nem létező Isten gondot visel a világra. Becsapod magad, ha azt hiszed, hogy én szerethetlek. A feleségem akarsz lenni? Gyerekeket akarsz? Hiába várod tőlem. Nem lehetek ennél magányosabb. Hogy jöttél be? Nem zárod az ajtót. Mert nem félek. És te jöttél be, nem egy tolvaj. Mi a baj? Semmi. Boldogtalannak látszol. Senki sem lehet boldogtalan karácsonykor. A boldogtalanság nem igazodik a naptárhoz. Én megtaníthatlak boldognak lenni. Vegyél el, és mellettem megtudod, milyen csodálatos élni. Milyen csodálatos harmóniában élni önmagunkkal. A belső béke nem csak az együgyűeké. Megtalálhatod te is, ha hagyod magad szeretni. Ma megváltozik-e város történelme? Wojtyla misét tart ma este, a nagy kereszt előtt, a munkásoknak. Miről beszélsz? Igen. Mi baj van, Adam? Magának nincs jobb dolga karácsony este? Megtudtam, hogy mit főztek ki Novahutában. De lehet, hogy már késő. Oh, yeah, no.
abba! Hagyják abba! Nem tilthatják meg, hogy kerekt az állítsuk! Legyenek vagyunk, ahogy maguk is! Hagyják abba! Imádkozni jöttünk ide! Hagyjatok imádkozni! Ti, Novahuta munkásai, keresztet állítottatok oda, ahová a templomotokat akarjátok felépíteni. A városotokat Isten nélkülinek tervezték, de a ti akaratotok győzött. Ez legyen a tanulság! Ki az egység parancsnoka? Lukovszki százados. Vezessen hozzá. Jöjjön. De nem fordíthatnak hátat az igazságnak. Nem kiálthatják túl, nem rejthetik. Kordek vagyok az 5. ügyosztálytól. Utasítom, hogy oszlassa fel a tömeget. Liszko elvtárs. Adja ide. Adja ide! A szíveteket a szabadságnak. Ez a kereszt annak az áldozatnak a jelképe, amely megváltott minket, ami új értelmet adott az életnek. És ami az élet szeretetére és tiszteletére tanít minket. Ezt azonnal le kell állítani. Ha ezek az emberek nem félnek többé tőlünk, vége mindennek. Nem képes ezt felfogni? Ennek az országnak a polgárai vagyunk. És e városnak a lakosai, de Isten népe is vagyunk. Továbbra is követelni fogjuk jogainkat. A vallásszabadság az emberi méltóság legmagasabb szintű kifejezése. Ennek elfolytása bűn. Ezt a követ Rómában adta nekem 6. Pál pápa. Nektek küldte Novahuta munkásainak a Szent Péter katedrális falából való ez a kő. És erre a kőre felépítjük a templomunkat! Indítsa el az embereit. Itt én adom a parancsokat. Rendben. Akkor adjon parancsot. Azonnal. Hallgattassák el! Hallgattassák el Vojtilát! Na jó. Elegem van magából, hallgasson! Jöjjön velünk! Ne ellenkezzen! Bíznotok kell a remény erejében. Bíznotok kell a szeretetben, amely erősebb a halálnál. Ne veszítsétek el a hitet! Ne gyengüljön el a szívetek, ne veszítsétek el a bátorságotokat! Ne veszítsétek el a szellem szabadságát, amely által Krisztus szabaddá teszi az embert. A püspökötök vagyok. És veletek maradok, ameddig csak élek. Megáldalak. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Adam! Igazad volt, Károl. A remény, az ima és a szeretet, a bennünk rejtőző erő képes arra, hogy legyőzze a rosszat. Ami a tumort illeti, nézze meg. Egyszerűen eltűnt. Ez... megesik olykor. A testünk még az orvosok számára is inkább rejtély, mint bizonyosság. Nagyon szerencsések. Köszönöm. Nagyon féltem. Igen, féltem, mint ő, aki megáldatott. Nem merem ezt csodának nevezni. Számomra ez a szó pogánynak hangzik. Rejtély. Mondta a doktor, akár a tudomány, akár a hit rejtélye. Tudom, hogy megkérte Pio atyát, hogy járjon közbeértünk. Köszönöm az imáit. Köszönöm a kifürkészhetetlen sorsnak, hogy Hanyának volt ereje meggyógyulni, és engem, az érdemtelent, kiváltságos és boldog ember rétett. Pavel, mit csinálsz? Pavel, mi történt veled? Az... enyém vagy.
Az enyém vagy örökre. Elárulnád végre, hogy mi történt? Semmi. Csak szeretlek. Kémkedtem maga után. Én vagyok a besúgó. Erre képeztek ki. Mikrofonokat telepítettem. Kihallgattam a gyónásokat. Elolvastam a leveleit. Meg is fizettek érte. Sokan vagyunk ilyenek. Kezdettől fogva tudtam, hogy fölösleges. S bár azt hittem, gyűlölöm magát. A szavaim belém áramlottak, mint a víz a repedéseken át. A szeretetről beszélt, milyen beteg szó ez. Szeretet az aljas emberek iránt. Maga nem aljas, Adam. Ez a fájdalom magában, ez a harag a maga lelke. A lelkének szeretetre van szüksége, mert megfullad nélkül. Ha hibát követett el, megfizetett érte. Köszönöm. Köszönöm, Adam. Nagy nap ez a mai. Ma már másodszor tapasztalom meg az élet Isten értékét. Menj békével. Ami megbocsátható, megbocsátatott néked. Kiválasztott vagy. Ne menj el. Gyere ide. Megbocsátok. Megbocsátok neked. Senkinek sem lehet hite az akarata ellenére. Az ember spirituális szabadsága, a lelkiismereti szabadsága, a vallásszabadság az emberiség nagy ügye. Ma épp úgy, mint a történelem során mindig. De nem elég azt mondani, szabad vagyok. Tudnunk kell kimondani, hogy felelős vagyok. Szeretnék szót ejteni az egyház és az ateizmus vitájáról is. Ne kezdjük ezt Isten létezésének bizonyításával, hanem reflektáljunk az ember mély és végletes magányára. Excellenciás úr! Nem ismer meg, ugye? Hát te élsz. Ahogy excellenciád is. Ez meg mi? Elfelejtetted a nevemet? Károly. Azt hittem, meghaltál. Próbáltam híreket szerezni rólad. Azt mondták, meghaltál Oroszországban. Meghalhattam volna nem egyszer, de ezerszer is. És mégis itt vagy. Megúsztam, de csak én egyedül. És közben elfelejtettem, hogyan kell sírni.
sírnunk kell, Jerzy. Ki kell engedni a fájdalmat. Tárd ki, hogy mindenki láthassa. Csak szívvel és lélekkel emlékszel, ez volt a mi elmondatunk. Zsidók és keresztények így közeledhetnek egymáshoz. Még át akarom ezt olvasni. Levél a német püspökökhöz, amiben megbocsátunk a németeknek, és a bocsánatukat kérjük. Ez nagyon feldühíti majd a kormányt. Elérkezett az idő, hogy határozott gesztust tegyünk a megbékélés érdekében. Biztos, hogy nekünk is bocsánatot kell kérnünk? Szükség van a megbocsátásra. Ez a dokumentum nagyon fontos, mert ez az első lépés az emlékezet megtisztításához. Bocsánatot kell kérnünk a hibákért, melyeket a kereszténység elkövetett. Ez eléggé önpusztító vállalkozásnak tűnik. Milliókat öltek meg a fajuk vagy az eszméjük miatt, vagy csak azért, mert útban voltak valakinek. Bocsánatot kell kérnünk, mert keresztények követték el egoztetteket, vagy nem emeltek szót ellenük. Ada, örülök, hogy a házassága ekkora boldogságot ad magának. Mária lelki ereje azonban önmagából fakad, és nem az én tanításomból. Adam, lehet, hogy nem osztja a hitemet, de osztozik velem az igazságkereső szenvedélyemben, amit a diákjaimnak is igyekszem átadni. Ami engem illet, most nehéz időszak áll előttem, ebben a tökéletlen világban. Mit fog szólni a Vatikán, ha ez a tudomásukra jut? Nem dacolok Rómában. Épp ellenkezőleg. Ők is nagyon jól tudják, hogy Csehszlovákiában egyre reménytelenebb a helyzet. Monsignor Vojtila? Igen, én vagyok. Gond nélkül át tudtuk lépni a csehszlovák-lengyel határt. Isten hozott hozzánk. Jerzy Noga. Milan Hric. Andrej Menzel. Járkó Sziszil vagyok. Václav Kolár. Mostantól kezdve ez lesz az illegális szeminárium színhelye. A pap az, aki közvetíti a hit misztériumát és az egész emberiségnek szánt láthatatlan adományokat. Együtt fogunk dolgozni, és én titokban felszentelem önöket, hogy már papként érhessenek vissza a hazájukba. Ott pedig áldozatokat kell vállalniuk. Védeniük kell a békét és a szabadságot. Kezdjük azzal, hogy én hogyan határozom meg a papot. Egy ember másokért. 68-ban azt kiáltoztátok. Nincs kenyér szabadság nélkül. Nincs tanulás szabadság nélkül. Mert kenyeret akartatok, szabadságot és igazságot! Letartóztatták az értelmiséget. Bezárták a színházakat. A munkásokkal elhitették, hogy árulók vagyunk, és a munkások nem csatlakoztak. De most a munkások lázadnak. Gdanskban, Stettinben, az északi városokban. A milícia tüzet nyitott rájuk. Tömegsírba tették a halottakat! Tudjuk az igazságot, és a munkások mellett állunk. De ne feledjétek, ahol az emberek hangosan kimondják, hogy szabadságot akarunk, ott már megtalálták a szabadságukat! Igen, életben van. De nagyon félek. Nem tudja, hogy bánnak a rabokkal. Hallott az egészségös vényéről? Nem tudom elviselni. Nagy próba ez neked. De át fogod vészelni vele együtt. És győzni fogsz vele együtt. Adam bátor ember. Ő kiválasztott. Isten nem fogja elhagyni. Miközben beszélünk, Adam a mosolyodra gondol.
És ennek a gondolatnak az ereje az ő megváltása. Ó! Hát te is itt vagy. Adtak neked csokoládét? Igen. Igen? Jó. A mamival a papádról beszélgettünk. És arról, hogy milyen ajándékot hoz neked, amikor megjön az utazásból. Most ez következik? Legalább élvezi? Kiengedi a gőzt? Miért nem néz egyszer a tükörbe? Hol van most az Istened? Mit is szokott mondani nektek, Vojtila? Isten szeret téged! A történelem mindent a helyére tesz. Az idő nagy óráján. Ezt szokta mondani. Gyerünk, Ordek, gyerünk! Üssön csak! Üssön, ahogy jól esik, de ő erősebb magánál. Az állam nem törölheti el az emberi jogokat, amelyekkel születésétől rendelkezik. Az állam nem helyettesítheti az igazságérzetet gumibotokkal. Az állam, amely így beszennyezi magát, pusztulásra van ítélve. Az állam a szabadság elleni támadással megszegi az erkölcsi és a társadalmi rendet. A családoknak, ahol férfiak, nők, fiatalok haltak meg a szabadság védelmében. Azoknak, akik igazságtalanságot szenvednek a szabadság nevében, azt mondom, szenvedésetek nem hiába való. Az egyház veletek van, a ti oldalatokon. Jaj annak az államnak, amely háborút idéz elő a határain belül vagy azon kívül. Jaj annak az államnak, amely éhezésre ítéli az embereket. Megöli, kínozza őket. A Vojtila lesz a prímás, minden lengyel felsorakozik mögé. Ölessék meg! Magának elment az esze? Lehet, hogy őrült vagyok, de nem voltam az, amikor figyelmeztettem. Most már késő. Sajnálom magát, és magunkat, az országot. Meghalt a pápa. Mit mondott? János Pál pápa meghalt. Tegnap este. Mindössze 33 nap után. Sajnálom, nagy híve voltam. Tudja, mit mondott, mikor megválasztották? Isten bocsássa meg, amit most tettek.
Siri. Benelli. 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 Siri. Benelli. Siri. Siri. Benelli. Benelli. Siri. Benelli. Siri. Benelli. Nem tudnak megegyezni. Vissza kell mennem Krakkóba a zsinatra. Rengeteg dolgom van. Türelem. Benellit a következő körben megválasztják. Remélem. Siri bíboros 53. Benelli bíboros 57. Eminenciád? König. Legyen egy lengyel. Nem. Lehetetlen. Túl öreg vagyok már ehhez. Nem is eminenciád, valaki más. Javasolni fogjuk Wojtylát. Ez kiváló ötlet. De ő túl fiatal, nem ismerik. Nem választják meg. Ő a legragyogóbb elme köztünk. Erős ember, nyugodt és tiszta, nem bal és nem jobboldali. És főleg optimista. Félünk, hogy visszautasítja. Meg fogom győzni. Az úr eljött és meghívott. Hogy érti ezt? Ha megválasztják, kérem, ne utasítsa vissza. Emlékszik, mit mondott Péter Krisztusnak a Quo Vadisban? Csak egy szót. Elfogadom. Wojtyla. 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 Mindenre magyarázat volt nekem. A szeretet mindenre megoldás volt nekem. Ezért imádom a szeretetet, bárhol találom. Ha a szeretet olyan nagy, amilyen egyszerű, ha a legegyszerűbb vágyódás is megtalálható a nosztalgiában, akkor megértem, hogy Isten miért az egyszerű emberek üdvözlését fogadja szívesen, azokét, akiknek tiszta a szívük, és nem tudják szavakkal kifejezni a szeretetüket. Isten eljött idáig, itt megállt, egyetlen lépésre a semmitől, egész közel a szemünkhöz. Lehet, hogy az élet egy nagy csoda, amely nagyobb a halálnál is. Ne féljetek, soha. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Buon Papa! Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Magda! Magda! Io ho parato. Io ho avuto Adam! Paura Adam! Di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. На здоровье, Войтила. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. Magyar szöveg Seres József, szerkesztő Csantabéri Júlia, hangmérnök és vágó Kis István, gyártásvezető Czobor Éva, szinkronrendező Bajnok Andrea. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette. Produkciós vezető Ambrus Zsuzsa.